Balagh István, a Gyermekrek Alapítvány elnöke a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Mondhatni, régi ismerősünk, rendszeres Igen. vendégünk volt éveken keresztül. Nagyjából utoljára akkor beszélgettünk, amikor elindult egy hadjárat, ahogy önök nevezik. Hát én szőnyegbombázásnak hízom. Szemben, úgyhogy most joggal kérdezem, hogy mentővel jött hozzánk? Természetesen nem mentővel jöttem. Mert ugye ez volt az első vádpont, hogy az alapítvány mentőjével közlekedik Budapesten. Hát és akkor, ebből lett aztán ezer minden. Akkor, amikor 2013. decemberében heteken keresztül figyelt az Index valakinek a megbízásából, akkor nem találtak más, csak az, hogy beszállok egy olyan mentőautóba, illetve betegszállító autóba, ami nálam parkolt. Nevetséges volt, de azért nagyon sok embernek kiverte a biztosítékot. Semmi közöm nincs ehhez a történethez, egyetlen egy közöm van hozzá, hogyha én a saját szolgálati autómmal mentem volna, akkor többszörösét kellett volna üzemanyagra költeni ezen az ominózus eseten, amit az Indexnek a kamerái felvettek. Jó, de ebből aztán ezer minden lett. Lett az, hogy szabálytalanul működnek, hogy nem is adnak pénzt, hogy hiába kérnek önöktől, senki nem kap, hogy Amerikában milyen összeférhetetlen dolgokat csinál a családja, ott már a családtagokat keresik, hogy a gyerekei mivel foglalkoznak, és milyen pénzből vannak itt-ott a világban. Tehát itt nagyon furcsa történetté kezdett ez dagadni. Most hirtelen vége. Hogy lett vége? Szerkesztő úr, azkor, amikor egy civil szervezet 19-18 éven keresztül a toppon van, akkor biztos, hogy nagyon sok embernek bántja a csőrét. Nem szeretik azt, mikor egy civil szervezet belelát azoknak az orvosoknak a köreibe és a problémáikba, amelyikben mi beleláttunk. Magyarul féltek a Gyermekrák Alapítványtól, és ugyanakkor irigyelték a Gyermekrák Alapítványt egyesek. A civil szféra az egy nagyon kemény történet. A Gyermekrák Alapítvány 18 éves munkássága alatt a legnagyobbra nőtte ki magát. Soha semmi közünk nem volt a politikához, se jobb oldalon, se bal oldalon. Bennünket, valamennyi munkatársamat és engem is egyetlen egy cél vezérelt, hogy a magyarországi rákos gyermekek gyógyuljanak meg. Valahogy ezt a szervezetet, vagy a Balogh Istvánt ki kellett lőni, betettek a célkeresztbe. De miért? Hát azt gondolom, azon gondolkozott egy éven keresztül, ez majd egy évig, vagy tovább is, mint egy évig tartott ez az ügy, hogy miért pont a Balogh István, miért pont a Gyermekrák Alapítvány? Azt mondja, hogy az orvosok. A Gyermekrák Alapítvány a legerősebb civil szervezetként elérte azt, hogy közel 850 millió forint volt a bankba, addig még más civil szervezeteknél adósághalmazok voltak. Tehát igen, mit kellett csinálni, meg kellett volna próbálni megszerezni ezt a pénzt. Miért a bankban landol a pénz, és miért ott áll, ahelyett, hogy azonnal kiosztanak? Ez mert egy jól gazdálkodó civil szervezetnek a vezetőjének az a dolga, hogy amit az alapító okirat előír, nevezetesen akkor egy kórháznak a megvalósítása volt a cél, arra mindenképpen gyűjtse össze a pénzt, ha nem is a teljes összeget, de legalább az Európai Uniós támogatásokhoz az önereje meglegyen. Múlt időben fogalmazott, hogy az volt a cél, már nem cél, már nem az alapítása? Cél. Nem. Született egy új törvény 2013. novemberében, tehát jóval előtte, mint ahogy bennünket ez a támadás ért, hogy a tartalékolt összeget 2015. december 31-ig, tehát ez év december 31-ig el kell költeni. A Gyermekrák Alapítványnak 603 millió forint volt a tartalékolt összege, ezt a pénzt december 31-ig el kell költeni, nem nehéz elkölteni. Óriási szüksége van a kórházaknak, a betegeknek a pénzre, úgyhogy ezt meg kell tegyük, és meg is fogjuk csinálni. A kórházat nem tudjuk megcsinálni, mert arra már nincs lehetőségünk, annyi pénzt már nem tudunk összegyűjteni, de egyet megcsináltunk. Létrehoztuk tavaly decemberében azt az onkohematológiai osztályt a Heinpál gyermekkórházba, ami Magyarországon a legmodernebb. Erre közel 100 millió forint. Ezt önök finanszírozták? 100 millió forint, közel 100 millió, 96 millió forinttal igen. És még volt nincs vége. Volt egy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés vétségével történt meggyanúsítása. Hát ez most egy borzalmas, nem csak ez volt, borzalmas magyar mondat, de ez így hangzik hivatalosan. Most ott tartunk, hogy ön gyanúsítás elleni panasszal élt, és ennek az ügyészség helyt adott. Így van. De nem csak ez volt. Lezárult ez az ügy, de lezárult igen. Mindegyik? Igen. Nem tudom, hogy lezárult-e mindegyik. Egy biztos, hogy azok a támadások, amik ellenünk a médiából indultak, ott minden egyes sajtópert 20-at indítottunk, 20-at megnyertünk.
Ezek ellen sajtópereket indítottunk, a sajtóperek részben már lezárultak, és a különböző hatóságok, ügyészség, NAV, rendőrség vizsgálódott a gyermekrák alapítvány ügye iránt, ahogy ezt az ügyeket apostrofálta a médiumok. Természetesen tudtuk nagyon jól, hogy semmit nem tettünk azért, hogy minket megbüntessenek, és igazat adott nekünk az ügyészség, a rendőrség, a NAV, mindent, minden területen megállapították, hogy a gyermekrák alapítvány működése tökéletes volt. Most nincs már több ügy. Vagy ön nem tud róla, és ettől még lehet? Én nem tudom, hogy van ügy, vagy nincs ügy. Egy biztos, hogy lehet ügy, lehet bármiből ügyet csinálni. Hát van még bármiféle önök elleni eljárás bármelyik hivatalnál, szervnél? Én nekem az a véleményem, hogy nincs. Ha van, akkor biztos, hogy tájékoztatni fognak róla. Uh-huh. De amit tudok mondani, hogy egyáltalán nem félünk attól, hogy bármi olyasmi lenne, amivel a gyermekrák alapítványt akar Balogh István meg lehetne még jobban hurcolni. A meghurcolás az sikerrel járt, mert azért 13 hónapon keresztül nem volt jó, mikor megállítottak az utcán, és esetleg azt mondták nekem, hogy miért tűröm ezt a méltatlan és méltánytalan támadásokat. És volt, aki azt mondta, hogy nem szégyellem magam, hogy a gyermekektől elloptam a pénzt, és akkor nem tudtam mindenkinek megmagyarázni, hogy nem, a Gyermekrák Alapítvány 18 éve ad, de a médium az egy nagyon-nagyon erős vonal. A három hatalmi ág közül az egyik legerősebb. És én azt hiszem, hogy meg kellene gondolni egyik-másik újságírónak ebben az országban azt, hogy szabad-e tönkretenni nem csak a Gyermekrák Alapítvány próbálkozását, hanem a civil szférát. Szerkesztő, nagyon fontos, hogy elmondjam, hogy a személyi jövedelemadó 1%-ából 130 millióval kapott kevesebbet a Gyermekrák Alapítvány, a semmiért, és az összes többi civil szervezet ugyancsak kevesebbet kapott. Magyarul sikerült tönkretenni a non-profit szférát. Sikerült elérni azt, hogy az alapítványi szó az most már nem egy becsület szó, hanem egy kicsit lejáratodott. Na hát akkor most legalább odaig eljutottunk, hogy ezt el tudja mondani a nyilvánosság előtt. Örülök, hogy most bemutattam a világot. El tudja mondani, hogy 3 milliárdot osztottak eddig, hogy most 100 millióért a Heimpálban egy új osztályt adtak át. Én azt mondom, hogy jó munkát és sok gyógyult gyereket kívánok, ez a legfontosabb. Én nekem is ez a célom. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.